A szexádi börtönben töltik büntetésüket azok a rabok, akik néhány napja a helyi Kölcsei utcai óvoda udvarán dolgoztak. A gyerekek a munkálatok ideje alatt a szomszédos Vosinszky utcai óvodában játszottak. A gyerekek még élvezik is azt, hogyha egymás épületében vendégeskedhetnek, úgyhogy ez itt nem jelentett problémát. A fogvatartottak egy kísérleti program részeként újították fel az óvoda udvarát. A város önkormányzata a jóvátételi szolgálatnak köszönhetően több százezer forintot spórolt meg csak ezen az egy beruházáson. Mindenki számára előnyös és jó kimenetelű projektet zárunk most le, úgyhogy bízom benne, hogy a jövőben még hasonló kezdeményezést. Én azt gondolom, hogy a társadalomban a visszatérés szempontjában nagyon fontos, hogy ilyen lehetőséget megragadjanak, és mondjuk egy kicsit megérezzék a kinti levegőt. A rabok nem csak az udvari játékokat festették le, hanem a néhol már egyenletlen térkövezést is kijavították. Halg Éva, Szekszárd alpolgármestere, a körzet önkormányzati képviselője szerint a kísérleti programban résztvevő fogvatartottak a lehető legnagyobb precizitással végezték el a munkát. Nagyon-nagyon örülök minden fejlesztésnek, ami itt megvalósul a körzetben, és nagyon nagy öröm azt gondolom most a szülőknek, a gyerekeknek, az itt dolgozó óvodapedagógusoknak, és hát természetesen a börtönből itt dolgozó is nagy öröm volt. A szexádi börtönben több szakmát is tanulhatnak a rabok, és a legtöbben élnek is a lehetőséggel, hogy a szabadulásuk után minél könnyebben találjanak munkát. Folyamatosan szakmákat próbálunk elsajátítatni fogvatartottainkkal. Jelen pillanatban is zajlik szakácsképzés. Nemrég ért véget egy festő képzés, és most terveinkben szerepel burkoló képzés, amit majd szintén szeretnénk kamatoztatni, hogyha végére érünk. A tervek szerint a város önkormányzata és a szexádi börtön a jövőben több hasonló projektben együttműködik majd.